1500 gyermek az MTE pályán, a város óvodásai próbálhatták ki a futballt. Szakmák éjszakája a Hunyadi iskolában számos mesterséggel ismerkedhettek meg a tanulók. Virágosítás a városban megkezdte a tavaszi munkálatokat a VÜF. Köszöntöm Önöket, a Moson-Magyaróvári Városi Televízió híradóját látják. A Magyar Labdarúgó Szövetség gyermekintézményi programja keretében egy városi sportnapon várták a város óvodásait szerda délelőtt az MTE pályára. A legkisebbek mérkőzések keretében ismerkedhettek meg a sportággal és kerülhettek közelebb hozzá. Érkeznek a város óvodásai az MTE 1904 sporttelepére, hogy egy jó hangulatú, csak nem egy óra keretében közelebbről is megismerkedhessenek a futball rejtelmeivel. A sorakozót követően aztán a mintegy 100 gyermek közös fogójáték keretében melegített be, majd az ideiglenesen kialakított 12 pályán is megkezdődtek a meccsek. A város két nagy sportegyesületénél, az MTE 1904-nél és a MITÉ-nél is nagy hangsúlyt fektetnek az utánpótlás nevelésre. A program nem titkolt célja pedig, hogy közelebb hozzák a gyermekeket a focihoz, és akár a jövő focistáit is kinevelhessék közülük. Utánpótlásra a létszámmal nincsen gond, viszont még azért mindig várunk jelentkezőket, tehát szeretnénk felfedezni az új messzit, mondhatom ezt, és szeretettel várjuk a gyerekeket. Ugye mondtam, nem titkolt cél az is, hogy az itteni kiválasztók révén minél több gyereket behozzunk, megszeretessük velük. A gyermekek csak nem egy órát tölthettek a pályán, ahol körmérkőzéseken mérhették össze tudásukat a négyfős csapatok. A közös programot pedig nagyon élvezték az óvisok is, van, aki otthon is szívesen játszik, de akadnak olyan focisták is, akik már az MTE utánpótlás csapatának a tagjai. Az első kört megnyertük 7-1-re, és a mosti következőbe vezetünk 1-0-ra. És te miért szeretsz focizni, Benni? Mesélj nekem kicsit arról. Mert ilyen sportos, szeretek sportolni. Egy éve járok ide. Hát azért szeretek majd. Megtanulok egy sportot. Sokat lehet futni. Mesélj nekem kicsit arról, hogy miket csináltok itt az edzéseken, amikor idejöttök itt az edzőkkel, és gyakoroljátok a focit, akkor pontosan mi történik veletek? Hát, ki vannak téve ilyen bólyák, azokkal jövök futni, meg foci meccsezünk. Tök jó volt, meg az elsőben mi nyertünk. Elsőben. Te miért szereted a focit, Hanna? Mert a legjobb sport. Miért a legjobb sport a foci? Mert a labdát rúgni lehet, meg a labdasportok közül ez a kedvencem. Én mindig berúgtam a gólt a mama, egyszer a mama felbelelte a lábát, és átment alatta. Azt hitte, hogy így felfelé rúgom a piros labdát, az nem foci labda. Tehát otthon is szoktál a mamával focizni? Szoktam. És mi mit szoktál sportolni, Lili? Semmi most. Csak focizol. Meg szoktam bringázni is. És az a kedvencem. Fotkerék nélkül. A program keretében folyamatos az utánpótlás, keresés és edzés, a jövőben pedig még több hasonló esemény szervezését tervezik, mind az MTE 1904-nél, mind pedig a MITÉ egyesületénél. A Bolyai és a Haller iskola mellett a Hunyadi iskola is csatlakozott a Szakmák éjszakája programhoz. Ennek keretében az intézmény mindkét épületében várták az érdeklődő diákokat, akik számos szakmával ismerkedhettek meg elméletben és gyakorlatban is. Magas létszámmal érkeztek a diákok a Hunyadi iskolába is a hagyományosan megtartott szakmák éjszakájára. Az intézményben többi közt a gépi forgácsoló, autószerelő, festőmázoló, tapétázó, kőműves, fodrász vagy kozmetikus szakmákhoz kapcsolódó programokat kínáltak a szervezők. Tanműhelyeink nyitva vannak, apró műveleteket tudunk mutatni az érdeklődőknek, fa játékokat, csípokat tudnak készíteni, festésfogásokat tudnak megtanulni, mintázást, megnézhetik a fodrász kozmetikusok, hogy dolgoznak, beülhetnek a fodrászszékbe, tájékozódhatnak arról, hogy milyen szakmákat kínálunk, illetve esztergályos
fogásokat is láthatnak itt a tanműhelyben, az épületen belül. Az iskolában a szakgimnázium közlekedés-gépész tagozataira jelentkezők 4+1 év után autószerelő végzettséget szerezhetnek. Informatikai ágazaton irodai informatikus szakképesítést, majd ketkem informatikus végzettséget, míg kereskedelmi ágazaton eladó, plusz egy év után pedig kereskedő végzettséget kaphatnak a tanulók. De szakgimnáziumi képzések között indítják el a közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazatot is, ahol vállalkozási ügyintézőket, majd logisztikai és szállítmányozási ügyintézőket képeznek. A szépészet ágazatban pedig 4 év után fodrász borbély, még plusz 1 év után fodrászok, illetve szépségtanácsadók, majd plusz 1 év végén kozmetikusok lehetnek a tanulók. A szakközépiskola tagozatokon 3+2 éves a képzés, ami azt jelenti, hogy 3 év után egy OK és végzettséget kapnak a diákok, míg az ezt követő 2 évben lehetőségük van nappali tagozaton, intenzív keretek között az érettségit is megszerezni. Itt hiány szakmaként ipari gépészeket, központi fűtés és gázhálózatrendszer szerelőket, gépi forgácsolókat, festő, mázoló, tapétázókat, kőműveseket, eladókat, asztalosokat, illetve műanyagfeldolgozókat képeznek. Ez a mai rendezvény inkább a kisebbeknek érdekes, hetedikeseknek, hatodikosoknak, de őnekik még nagyon nincs elképzelésük arról, hogy hogyan tovább mit szeretnének csinálni. Hát, ha ez ad egy kis lendületet nekik, vagy kedvet elképzelésükhöz. De azt látjuk, hogy inkább a szülők próbálják terelgetni a gyerekeket, ez természetes is, csak sokszor inkább azt látjuk, hogy a saját vágyaikat vetítik ki a gyerekekre. Az általános iskolás diákok túlnyomó része még bizonytalan azt illetően, hogy a továbbiakban hol és milyen területen folytassák tanulmányaikat. A Szakmák Éjszakája program pedig nagyszerű lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulók mélyebb betekintést nyerjenek a kínálkozó szakmák elméleti és gyakorlati részébe is. Az elhúzódó tél miatt később kezdte meg a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. A tavaszi munkálatokat, azonban a gondozott városkép kialakítása érdekében a múlt héten megkezdődtek az ágyások kialakítása, valamint a fűnyírás a város közterületein és parkjaiban. A tavasz folyamán több helyen zajlik majd virágültetés is, ezt az időjárás függvényében májusban tudják elvégezni, addig pedig árvácskák és tulipánok kerülnek az ágyásokba. Jelen pillanatban az ágyások, tehát az árvácska, a tulipán ágyások, illetve az éverő ágyások kapálása folyik, tehát ez van folyamatban. Az éverő ágyásokban a cserjék meccése szintén folyamatban van, ezekkel a héten végezni fogunk. Szintén ezen a héten a hirtelen bejött jó idő miatt elkezdtük a fűnyírásokat a város közterületein, parkokba. Ez ütemrend szerint az egész tavaszi, nyári, illetve őszi szezon folyamán folyamatos lesz. A 2018. május 1-i munkaszüneti nap miatt változik a Nemzeti Adó és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron megyei ügyfélszolgálatainak nyitvatartása. Április 20-án pénteken a hétfői, április 21-én szombaton a pénteki ügyfélfogadási rend szerint fogadják az ügyfeleket. Április 30-án hétfőn és május 1-én kedden az ügyfélfogadás szünetel. Moson-Magyaróváron pénteken reggel 8 és délután 5 óra között, míg szombaton reggel 8 és délelőtt 11 óra között várják az ügyfeleket. Az ügyfélszolgálatok címe és nyitvatartási rendje a NAV honlapján tekinthető meg. Szentgyörgy nap a rendőrség napja alkalmából április 24-e a rendőrség állománya számára munkaszüneti nap. Erre való tekintettel a megyei rendőrfőkapitányságokon, a rendőrkapitányságokon és a határrendészeti kirendeltségeken ezen a napon az ügyfélfogadás szünetel. A bejelentések felvétele ezen a napon is biztosított a rendőrkapitányságokon. A PTE Peac csapata ellen lépett pályára a Mogac DS-e április 13-án a Bauer Rudolf sportcsarnokban. A hazai pálya ezúttal is szerencsét hozott a mieinknek, akik 104-94-re verték a PTE csapatát. Laki Tibor, a Mogac DS-e vezetőedzője, a meccset követően elmondta, túl hamar megnyertnek tekintették a mérkőzést az első negyed után, a következmény egy nyílt, pontgazdag meccs lett, amit végig vezetve sikerült megnyerniük. Az előrejátékuk mérkőzések óta eredményes, sok a pozitív visszaigazolás. A védekezésüket szervezettebbé és határozottabbá kell tenniük az idény hátra lévő részében.
Röviden a pénteki időjárásról. Folytatódik a kellemes tavaszi időjárás, sok napsütéssel, csapadékmentes idővel. A továbbiakban is marad az élénk légmozgás. Mosonmagyaróváron és környékén 24 fokot mérhetünk. Kedves nézőink, most programajánlónk következik, majd mai hírhátterünk vendégei Világi Zoltán, Németh Sándor, a Power zenekar tagjai, akikkel Ságásvári Zsolt beszélget. Ezután az áprilisi egyasztalnált tekinthetik meg. Friss hírekkel legközelebb pénteken 19 órakor jelentkezünk, viszontlátásra!